Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltikózolja új a vagyonát. Erről magához hivatta, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számod gazdagságodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm. Az intéző így gondolkodott magában mit évő legyek? uram elveszi tőlem az intézőséget, kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből. Egyenként magához hivatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt, mennyivel tartozol uramnak? Az azt felelte, száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki, Vad elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet. Aztán megkérdezte a másikat, te mennyivel tartozol, száz vék a búzával, hangzott a válasz. Fogd adósleveledet, mond neki, és írj nyolcvanat. Az úr megdicsérte, és hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Áldunk téged, Krisztus, hogy valóban a mai szentíráson keresztül Lukács ott olvasva valóban szólsz hozzánk. Milyen érdekes, és milyen életszerű ez a mai példabeszéd, hogy mennyire ragaszkodunk fog a körömmel azokhoz a dolgokhoz, amik e kötnek minket. Hányszor és hányszor megalkuszunk, hányszor és hányszor inkább le lemondunk önmagunkról, csak hogy megfeleljünk másoknak. Ilyen érdekes az, hogy nem sokszor szemet húgyunk olyan hibák fölött, amit talán inkább a másiknak föl kellene hívni a figyelmét. Hányszor és hányszor azt gondoljuk, hogy ha vagyonunk van, a gazdagok vagyunk, a sikeresek vagyunk, ha az emberek elismernek minket, az emberek rajonganak értünk, akkor vagyunk értékesek. Nagyon sokszor elgondolkodom azon, hogy valóban én magam a mindennapi életemben mit várok el, mitől leszek én értékesebb. Attól leszek értékesebb, hogy most itt ülök a kamera előtt, Önökhöz szólok, önökhöz beszélek, és esetleg olyan gondolatok, olyan mondatok jutnak el önökhöz, ami nőket, önöket gazdagabbá teszi, hogy az én gazdagságomhoz hozzátesz, hogy az én lelki gazdagságomból szegényebbé válok, és önöket teszem gazdagabbá. És talán itt kezdődik a nagyon fontos mondata a mai evangéliumnak, hogy nekem az én saját gazdagságomból, kell szegényé válnom. Hogy valóban, ha én gazdag vagyok, akkor abból tudok adni. Akkor más gazdagabbá tudok tenni, lelki értelemben. Ő, amiben szegénysége volt, amire vágya volt, amire szüksége volt, ami nekem megvan, abból tudok adni. És így válok én szegényebbé. Így válok olyanná, hogy üres zsebbel jövök, és üres zsebbel tudok a föld életből tovább menni. Mert közben az a láthatatlan zseb, amit esetleg az Isten kegyelmével, a szeretetemmel, az odafigyelésemmel, az lelki gazdagságommal valóban a mennyek országában tudok majd fizetni. Mert igenis az Úr Istennél kicsit máshogy működik a gazdagság. Nál a szegénység a gazdagság. A gazdagság az egy mulandó dolog, az bármikor elveszíthetem. A lelki gazdagság az erősít, az gazdagabbá tesz és talán ez az, ami legfontosabb a mai evangéliumban, egy kicsit lényegre törőben, hogy pontosan az intéző is arról jön rá, egy kicsikét érdekes a gondolatmenete, ha elbocsát, vagy ha nem leszek megfelelő a főnökömnek, akkor én értéktelenné válok, akkor én semmivé válok. De mégis egy kicsikét, amennyire is érezzük az intézőben az, hogy valóban e, valami fajta üzletet akar kötni, az ő saját kegyelmével, az ő saját gazdagságával, de mégis marad egyfajta kötöttség, egy kicsit megkötöttség, hogy valóban elenged valamit, de mégsem engedel mindent. A gazdag ifjú története, annyira gyönyörű a gazdag ifjú története ebből a szempontból is, tehát lehetne példaként mellé állítani, hogy annyi mindent megtesz, hogy a, a teremtő Istent kövess, hogy a teremtő Istennek valamilyen módon visszaadjon valamit, hogy valóban hogyan tud jó, Hívővé válni. És amikor Jézus elkezd hozzá beszélni, hogy igen, hogy tisztelt Urat, Istenedet, tedd meg a parancsokat, kövesd a parancsokat, valóban azt te magad is teljesítsd, hogy a parancsok is olyan érdekes a parancs, ugye mondjuk azt, hogy parancsok. Én inkább azt mondanám erre, hogy valóban a parancs akkor válik parancsá, ha nem az életem része. Az életem része, mondjuk bizonyos ö, útmutatás, valami fajta ö, 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 példázat, amit a tíz parancsolaton, a tíz ö, igény keresztül számomra ad. Ugye annyi minden természetes a számomra. Például az, az nem parancs már egy gyerek számára, hogy tiszteld apádat és anyádat, mert az az, az embernek az a hálája a szülei Az nem parancs, az hála. Ha végnézzük ezeket a gondolatokat akkor az mind hála lesz. És a mi a lényege a, a gazdag ifjú történetének az, hogy egy dolog, to nem szabadul meg, és ez az, az anyagi javak, és ezt szakítja a Teremtő Istentől. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. De amikor már valaki lelkileg is ki tudja magát ürisíteni, akkor lelkileg is már szegényé tud válni, attól válik gazdaggá. És itt van ez az intéző is, azt mondja, elengedek neked ennyit, meg ennyit, de nem mindent engedek el. Hát a Isten Jézusnak a kegyelme, az irgalma, a szerepet, abban nyilván, hogy ő mindent ad nekünk. Az életét, a legértékesebbet, az életét adja számunkra. Ki az, aki életét adja barátai? Ki az, aki feláldoz önmagát a barátaiért? amíg egy picikét csak hogy megmutatom azt, hogy én érted imádkozgatom, érted közben járok, én, én elviszem magammal az imádság, amit hordozzak. Ha mögöt mögött nincsen az, hogy én magamat is fölajálom, én magamat is beleteszem az imádságba, én magam is az ima részévé válok, akkor nincs értelme. Az imádságba önmagamat adom. Önmagamat teszem szegényebbé. Az én imám, imám gazdagságából gazdagított meg mást a Krisztus ke, Isten kegyelméből. Tehát talán így értelmezhető, egy picit talán ez az, ami talán megható és talán szívhez szóló a mai szentírási részben, hogy pontosan arra is tanít Jézus, hogy még van feladatunk. Hogy még van miért szegénnyé válnunk. És talán mondhatjuk azt, hogy... Mi már tudunk erről, mi már olvassuk ezeket az Evangéliumi részeket, mi már tudjuk azt, hogy Jézus mit üzen számunkra. Hogy az a kérdés, hogy észreveszem-e, hogy a mai nap előveszem -e ezt a mai szentírási részt, és ezzel az én gondolataimon keresztül, az én mondataimon keresztül, amit a szívemből próbálok önöknek ajándékként átadni, a ők gazdagodnak-e? És valóban az a, az a gazdagság, ami a világhoz köt, az valóban kicserélődik-e? a lelki gazdagság, és a világ, szempont, világ felé szegényebbeké válunk, nem ragaszkodunk dolgokhoz, hanem éppen gazdagodunk. Nagyon érdekes volt, hogy volt egy nagyon gazdag ember, egy nagyon-nagyon, egy, 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 egy nagyon történeten keresztül volt, egy nagyon gazdag ember, aki rájött arra, hogy neki annyi felesleges dolog van az életében, annyi, annyi, annyi pénze van, hogy már nem tud vele mit kezdeni. Rájött arra, hogy rengeteg vagyona van, hatalmas vagyona van, de neki erre nincs szüksége. Neki ennek a vagyonnak egy pici, csöpnyi százalékára van csak szükség. Most vegyük azt, hogy valakinek milliárdjai vannak. Azonban milliárdokból neki valahol csak milliókra van szüksége. Ha már az a millió a milliárdokhoz képest elég, akkor a többi millió ahhoz a milliárdhoz képest miért szükséges? valójában el kell eljutnunk, hogy mindig a jó Isten megadja számunkra azt az eleget, azt a fajta gazdagságot, ami az életünkben szükséges. A többi az felesleges. A túlcsordulok az irgalma szeretetben, túlcsordulok abban, hogy tudok szeretni, azt igenis adjam a másiknak, mert lehet, hogy neki az hiányzik. Abból, a sokból, a sok szeretetből adjak annak, akinek kevés van. Vagy nem kapja meg, vagy nem tapasztalta meg vagy valóban ő maga nem hiszi el, hogy ő is tud szeretetben gazdag lenni. Ez a feladatunk. Legyünk gazdagok, világtól legyünk szegények, de a lelkiekben váljunk gazdagabbá. Amen.